Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorom következik. Köszöntöm kedves nézőinket! December vége van, folytatjuk évértékelő riportsorozatunkat. Mai vendégünk Dobos László úr, Karcagváros polgármestere, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, köszöntöm önt és a kedves televízió nézőket úgy szintén. Polgármester úr, milyen éve volt városunknak a 2012-es esztendő? Melyek voltak azok a főbb irányvonalak, amelyek mentén működött a város? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy még be se fejeződött az év, hiszen még ahogy ide érkeztem a városházáról, még most is komoly munkálatok zajlanak. Nagyon szorgalmas, munkás, dolgos év volt az idei. Hihetetlen sok átalakítást kellett végrehajtanunk, bennünket is érintett a közigazgatás átalakítása, az oktatás átalakítása és az egészségügy átalakítása is. Ez mind olyan komoly feladat, ami óriási erőfeszítéseket kívánt a munkatársaktól, mindannyiunktól, hiszen sok embert érint, sok intézményt érint, és ezt úgy kellett végrehajtani, hogy lehetőség szerint érdeksérelem nélkül történjen meg. Egyébként pedig a gazdasági helyzetünket is tovább kellett stabilizálni. Mindenképpen figyelemre mélt, hogy ez az év azért ilyen szempontból nyugodtabb volt, mint az elmúlt év. A tavalyi 2011-es évnek a takarékossági intézkedései meghozták azokat az eredményeket, amire számítottunk, és ami kellett is. Miszerint ez az év egy picikével könnyebb volt. Stabilizálódott a városnak a gazdasága, nem voltak kirívóan nehéz fizetési gondjaink, tehát összességében azt tudom mondani, hogy egy sikeres évet zártunk. Januártól megkezdik működésüket a járások, városunk is egy járási központ lesz. Mit kell tudnunk az új rendszerről? Hát először is az, hogy örülnünk kell, hogy Karcag járási székhely lett. Ez egyrészt büszkeséggel kell, hogy eltöltsön bennünket, másrészt a praktikumát kell nézni. Nyilvánvalóan a környékünkön lévő nagyobb települések örömmel fogadták volna, hogyha őket jelölik a járási székhelyé, hiszen azért valljuk meg őszintén, nem mindegy, hogy a lakosok hova járnak ügyeket intézni. A járási hivatalokat, kormányablakokat azért hozta létre az állam, hogy könnyebb legyen a polgároknak az ügyeket intézni. Ettől függetlenül azért nem mindegy, hogy ehhez kell-e utazni, vagy nem kell utazni. Egy biztos, hogyha valaki egy kormányablakhoz fordul, vagy egy járási hivatal valamelyik irodájához fordulott, egyszerre nagyon sok mindent el tud intézni, kiszolgálják, de azért nagyon örülünk, hogy itt ez Karcagon valósul meg. Ráadásul én biztos vagyok abban, hogy olyan szakemberek, ismervén őket, olyan szakemberek fogják ezeket a munkákat végezni, akikben nyugodtan meg lehet bízni, és a tudásukkal, szakértelmükkel, hivatástudatukkal csak erősíteni fogják a karcagi járási hivatalt. Hol fog működni ez a hivatal? Ez a városházán fog működni. Tulajdonképpen sok olyan iroda kerül át a járáshoz, sok olyan feladat kerül át, ami eddig önkormányzati feladat volt, és azokat az irodákat, például az okmányirodát nem is bolygatjuk, az marad a
helyén, és a többi irodát pedig lenn a Városháza felszabaduló, mert hogy azért így, hogy a járás kialakult, néhány feladattal kevesebbet kell az önkormányzatnak végrehajtani. A járáshoz kerültek ezek a feladatok, tehát a felszabaduló irodákban fogjuk tudni elhelyezni ezeket a hivatal részeket. Mint mondtam, éppen amikor eljöttem az imént a Városházán, most is pakolás megy, most rendezik be a járási hivatal dolgozói az irodáikat, tervezgetik, hogy hogyan legyen a legjobb az elrendezés, hogy legyen a legpraktikusabb, hogy célszerű fogadni az odaforduló honpolgárokat. Ki lesz a járási hivatal vezetője? Egy közismert emberről van szó, aki eddig bizonyította a szaktudását, és tényleg teljességgel alkalmas ennek a járási hivatal vezetésének a betöltésére. Korábban az önkormányzat humán irodáját vezette, Hodos Julianna lesz a járási hivatal vezetője, megtörtént a kinevezése is, és január 1-től hivatalosan is fogja gardírozni a járást. A város önkormányzata döntött arról, hogy az oktatási intézményeket átadja, az oktatási intézmények fenntartását átadja az államnak. Ez városunk esetében mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy átadjuk az államnak az oktatási intézményeket. A következő meggondolásból tettük ezt. Nyilvánvalóan a szakmai irányítás az államhoz kerül mindenképpen, tankerületek felállításával. És akkor, ha már az állam átvette a szakmai irányítást, úgy gondoltuk, hogy az iskolák működtetését is átadjuk, hiszen ilyen kettőséget nem tartottunk szerencsésnek, ráadásul anyagi szempontból is így jobban fogunk járni. Egyébként ebből a pedagógusok és a gyermekek és a szülők az ég egyet a világon semmit nem fognak észrevenni. Beszéljünk a 2012. évi városi programokról. A takarékosság jegyében kerültek megszervezésre az idei programok. Számos színvonalas, érdekes rendezvényen vehettünk részt. Polgármester úr elégedette az ez évi felhozatallal, a színvonallal. Egy polgármester soha nem lehet elégedett, természetesen egy polgármester, vagy egy szülő, vagy egy pedagógus mindig többet és jobbat szeretne kihozni a gyermekekből, a programokból, a feladatokból. Jó színvonalúnak ítélem meg az idei programokat, voltak kiválóak, voltak kevésbé jók, mindig tanul az ember, voltak olyan új programok is, amivel eddig még nem kerültünk szembe. Sikerült megoldani, összességében mindenképpen jónak értékelem. Nagyon gazdag volt a program. Ha tetszenek figyelni a testületi üléseket, vagy azokról a közvetítéseket, én minden testületi ülésen elmondom, hogy milyen programok voltak a városban a két testületi ülés között. Gyakorlatilag egy hónapnak a programját ismertetem. Majdnem minden napra esik valamilyen program, természetesen a legnagyobb programok az a megkezdődik januárban a Magyar Kultúra Napjával, és akkor szépen folyamatosan vannak az állandó programok, birkafőző fesztivál, lovasnap, az augusztus 20-ai program is lehetne sorolni. De meggyőződésem, hogy ilyen gazdag programmal ekkora település itt a környéken biztos, hogy nem rendelkezik. És ugye az idén például visszakerült a program kínálatba a lovasnapok is, ami az elmúlt, azt hiszem, 2-3 évben vagy 2 évben nem került megrendezésre. Jövő évi programtervről esetleg lehet-e már valami kulisszatitkot tudni? Hát én örülök, hogy az anyagi lehetőségünk lehetővé tette azt, hogy visszakerüljön ismét a programba a lovasnap. Igaz, hogy egy naposra tudtuk tervezni, ennyi pénz állt a rendelkezésünkre, de a lovasportot szeretők mindenképpen úgy gondolom, hogy örömmel fogadták. A jövő évi gazdasági pénzügyi lehetőségeink függvényében fogjuk tudni megtervezni a jövő évi programokat. Az alapprogramok nyilvánvalóan meg lesznek. Ettől függetlenül mindig szeretnénk valami újat behozni, egy újdonsággal előrukkolni, vagy rotálni a programokat. Az idén volt lovasnap, nem volt aratóbál, nagy valószínűséggel a következő évben lesz aratóbál, és még nagyon sok olyan minden, ami a itt élőknek a szórakozását, a összetartozását, összetartó erejét erősíteni tudja.
Ebben az évben is zajlottak fejlesztések, beruházások a városban szép számmal. Hogyan állnak most ezek a fejlesztések? Ugye a kórház rekonstrukciója befejeződött. Hát kiemelkedően első helyen van a kórház rekonstrukció, az tényleg akkora beruházás volt, hogy a három stáció együtt körülbelül 6 milliárd forint összeget tett ki, azért már nagyon sok mindent kell csinálni, és nagyon sok mindent meg lehet újítani, és ez meg is történt. Tehát a legutolsó, a harmadik ütemtervben is olyan dolgok szerepeltek, ami biztonsággal mondhatom, hogy a emberek egészségét, a gyógyulásra váróknak a megsegítését fogja erősíteni. CT-géppel rendelkezünk innentől kezdődően, nagyon kevés van az országban is ebből, szóval igazán büszkék lehetünk, hogy olyan színvonalú lett a kórház, amilyen. De kell is, hogy így legyen, hiszen elsősorban természetesen a karcagi lakosokat, de rajtuk kívül tudjuk nagyon jól, hogy legalább még 100 000 ember egészségügyi ellátásáért felel az a kórház. Hasonlóképpen örömteli dolog volt két óvodánknak a megújulása, a Jókai úti óvodának, illetve a Táncsics körúti óvodának a megújulása. Jó színvonalon végezték az ott dolgozók, a kivitelezők a munkájukat, meg vagyunk elégedve a minőséggel. Nagyon fontos program az is, hogy a elhagyott hulladéktelepeknek a rekultivációja folyamatban van a kistérségben, így Karcagon is, rövidesen be fog fejeződni. Említése méltó, hogy megkezdődik lassanként az ütemterveknek megfelelően természetesen a Karcag-Kenderes ivővíz minőségjavító program. Mindenképpen szót kell ejtenünk a fürdőberuházásról. Az megbicsaklott azzal, hogy a kivitelező csődbe ment, a feladat adott, be kell fejeznünk, és be is fogjuk fejezni természetesen. Körülbelül olyan 70%-os készültségi fokban van. A maradék részt mi saját magunk fogjuk elvégezni. Szót kell ejtenünk az ipari park fejlesztésekről. Megkezdődtek a munkálatok. Tudjuk nagyon jól a korábbi híradásokból, hogy egy műanyag palackokat feldolgozó üzem is, de előtte háztartási elektromos hulladékokat feldolgozó üzem épül. Ennek a két üzemnek a infrastruktúráját ki kell alakítani, már a feltáró útnak a építkezése megkezdődött, ugyanígy a csatornázás, a különböző vezetékeknek a kiépítése az időjárás függvényében fog teljesülni. Ez rendkívül fontos mindannyiunk számára, hiszen ez komoly munkahelyt elrendő két üzem lesz. Folytatnám tovább. Nagyon sok minden történt azért attól, hogy az év viszonylag gazdaságilag csendesebb volt. Mindenképpen említése méltó az a bizonyos start munkaprogram, ami városunkban zajlik. Hihetetlen értékteremtő ez. Tehát azok az árkok, azok az útszakaszok, külterületi útszakaszok, azok az erdőrészletek, amit az emberek, az ott dolgozó közmunkaprogramban foglalkoztatott emberek megcsináltak, tulajdonképpen azok veszik észre, akik a külterületeken járnak, akik előtt a járdákat, illetve az árkokat megcsinálják, úttestet megcsinálják. Nagyon sok millió forintot hozott ez is a városnak, más egyéb hozadékával egyetemben, hiszen azért ezek az emberek foglalkoztatva voltak, így hozzászokhatnak a munkához, ezért fizetést kaptak, tehát több hozadéka is van. Erről sem szabad semmiképpen elfelejtkezni. Lesz ennek folytatása? Természetesen lesz olyannyira, hogy azokat a programokat pályázatban már beadtuk és el is fogadták, amiket a korábbi években, illetve a korábbi időszakban start munkaprogram keretében végeztünk, de még kibővül ez két újdonsággal, ez mind a kettő mezőgazdasági jellegű, zöldségtermesztéssel és gyümölcsös telepítéssel.
És még utána is lesznek olyan terveink, amit menet közben is be lehet adni és be lehet nyújtani. Arról egyelőre még nem beszélek, mert még nagyon kezdeti stádiumban van. Vannak-e újabb beruházási lehetőségek, elképzelések, pályázatok? Hát elképzelések tömegével vannak, hál' Istennek lehetőségek is lesznek. Nagyon szeretnénk megújítani továbbra is a Dérinő művelődési otthon épületét, nagyon nagy szükség van a Városháza felújításának a befejezésére. Ez mind olyan, amire úgy tűnik, hogy sikeresen lehet majd pályázni. Ami a már megnyert pályázat, a Kuten úti óvodának a felújítására komoly összegre pályáztunk, és sikerrel. Ott a munkálatok a tavaszi hónapokkal meg fognak kezdődni. Az elmúlt hetek egyik legnagyobb híre volt, vagy legjelentősebb híre volt, hogy az állam átvállalja az önkormányzatok adósságállományának egy részét. Ez mit jelent városunk esetében? Hát a városunk esetében is azt jelenti, hogy ez egy óriási segítség. Mint ahogy felismerte a kormány, hogy segíteni kell a túlzott hitelekkel rendelkező embereken, a devizahiteleseket is megsegítette, így a kormány rájött arra is, hogy a kis egységeket, így a helyi önkormányzatokat is, akik nem saját akaratukból, hanem szinte belekényszerítve ezekbe a hitelfelvételekbe, és ez nagyon nehéz helyzetet okozva az önkormányzatoknak, ebből ki kell valamilyen úton módon menekíteni. Erre ígéretet kaptunk, és biztos vagyok abban, hogy a következő esztendőben, annak is az első felében mi is sorra kerülünk. Minden egyes települést külön meg fognak nézni, át fognak világítani, és a befolyó bevételek és a hitelállománytól függően különböző százalékokban állapítják meg azt, hogy mekkora támogatást kapnak a települések. Százalékról csak úgy körülbelül tudok beszélni, a 50 és a 70 között leszünk valahol, tehát akkor mondok egy középértéket, ami egyáltalán nem biztos, nem hivatalos még. Én gondolom, hogy olyan 60%-os támogatást kapunk, tehát az adósságunk 60%-át fogja átvállalni az állam körülbelül, de még egyszer mondom, a pontos számítások még ezután fognak megtörténni. Most csupa jó hírt hallottunk polgármester úrtól. Hogyan látja ezeknek a függvényében, milyen évre számíthatunk jövőre? Hát a következő esztendő sem lesz könnyű azért. Én egyetlen év sem könnyű. Tehát annyira összetett egy városnak az élete, bonyolult, hogy mindig van tennivaló. Most ugye megtörténtek azok a bizonyos átadások, oktatás ügyben, a változtatás egészségügyben, közigazgatásban, ahogy az imént már mondtam, a pudin próbálja az evés, a munkálatok ezután fognak elkezdődni, mint például a járási hivatalban. Tehát ezt kell nagyon-nagyon kifinomítani, nyilvánvalóan attól függetlenül, hogy más egy járási hivatal, mint egy önkormányzati hivatal, egymás segítve, válvetve kell dolgoznunk a továbbiakban is. A terveinket továbbra is szeretnénk megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy a 2013-as esztendőben már egy fellendülő ívébe fog lépni a város fejlődését tekintve. Egy kicsi lélegzetvételt biztos, hogy fogunk tudni magunknak szerezni. Az a két keményebb év megalapozta azt, hogy a következő esztendőben már nem költekezve, nagyon takarékosan, nagyon megfontoltan, szigorúan bánva a pénzzel, de úgy gondolom, hogy a fejlesztésekben, a programokban előre tudunk lépni. Hogyan látja az önkormányzati képviselőtestület ez évi munkáját? Sokat dolgozott a képviselőtestület. Az utóbbi időszakban pontosan a változtatások miatti módosítások okán szinte minden héten kellett üléseznünk. Szépen, szorgalmasan teszik a dolgokat a képviselők. Nyilvánvalóan megvannak a politikai viták, a nézetkülönbségek, de hát a demokráciában már ez természetes. Hála jó Istennek, nagyon nem durvult el, tehát itt is vannak késhegyi menő viták, de máshol sem különb a helyzet. Tudjuk nagyon jól, hogy akár még parlamentben is előfordul az, hogy komoly vitákba keverednek a képviselők.
én nem gondolom, hogy különösebben kirívó lenne a karcagi testületnek a vitakészsége negatív irányba. Ez így természetes. Ez így természetes, a gondolatokat ütköztetni kell. Ettől függetlenül remélem, hogy a nagy többség valóban úgy gondolja, hogy azért választották meg, hogy a város érdekében tevékenykedjen. Az önkormányzat mindig nagy gondot fordít és odafigyel az elesett emberekre. A héten már megnyílt ismét a melegedő itt a városudvarban. Meddig lesz ez nyitva, polgármester úr, és mit kell ennek a működéséről tudnunk? A tavalyi évhez hasonlóan kötelességünk is, de ha nem lenne kötelességünk, akkor is megtettük volna azt, hogy helyet biztosítsunk olyan elesett, hajléktalan embereknek, akik az utcára vannak szorulva. Nyilván a hideg idő beálltával kellett egy olyan helyet biztosítanunk, ahol nyugodt körülmények között tudnak aludni, kapnak megfelelő mennyiségű ételt, teát, mint védőitalt, hogy ezeket a hidegebb időszakokat át tudják vészelni. Ez egészen addig fog tartani, amíg a tél tart, amíg az időjárás ez megköveteli. Hát valószínűleg tartom, hogy ez márciusig mindenképpen nyitva áll részükre. De ez csak egy szegmense a elesettekkel és olyan emberekkel való törődésnek, ami mondjuk kevesebbeket érint, mert hál' Istennek olyan sok hajléktalan azért nincsen. Például a képviselőknek itt van óriási szerepük és munkájuk és felelősségük, és erre fel is hívtam a figyelmüket, hogy mindenki a körzetébe figyelje azokat az embereket, akik esetleg segítségre szorulnak, hogy kapják meg időben a segítséget, kapjunk róluk információt, kapjunk róluk tájékoztatást, hogy nehogy valaki önhibáján kívül bajba kerüljön. Polgármester úr, el tud-e menni szabadságra, mikor kezdődik esetlegesen a téli szabadidő? Hát elméletileg vasárnap, 23-án kezdődik, addig szinte minden nap van még valamilyen tennivaló és program. Most egy kicsit rövidebb lesz a szünet, egyébként sem szokott túlságosan hosszúra sikerülni, hamar eltelik. Még az is elképzelhető, hogy két ünnep között is össze kell hívni a testületet, nem valami különleges ok miatt, hanem hogyha esetleg továbbra is akár az iskolátadással, akár a járással kapcsolatban kell módosításokat végrehajtanunk, akkor dolgozunk kell nekünk is, az ülést meg kell tartani. Ha nem, akkor körülbelül egy olyan 5 nap az, ami szabadságként rendelkezésre áll. Akkor egy pici idő talán lesz a pihenésre. Mi lesz karácsonykor a menü? Mi a kedvenc étele karácsonykor, polgármester úrnak? Én mindent nagyon szeretek, kivéve a sárgarépa főzeléket. Valószínűleg tartom, hogy az nem lesz karácsonykor. Én nem vagyok különösebbképpen válogatós. Szeretem a húsféleket is, szeretem a zöldségféléket is. Biztos vagyok abban, hogy kerül azért hal is az asztalra. Valószínűleg tartom, hogy lesz pulyka is, reménykedem, hogy lesz egy kis disznótoros és csupa könnyű étel, de hát ez már a... Pedig az egészségmegőrzés nagy híve, polgármester úr. Hát igen, de én le is mozgom, tehát amikor van egy kis szabadidő, van lehetőségem, akkor természetesen a sportolással töltöm. Így is van rajtam legalább 3 kiló felesleg. És nem látszik, nyugodjon meg. Tehát megpróbálom mindenképpen leadni azokat a súlyokat, illetve feldolgozni ezeket a nehéz ételeket, ami ilyenkor megpróbáltatásként is vár az emberre, de azért nagyon finomak ezek, úgyhogy nem szabad kihagyni természetesen. Ilyenkor évvégén mindig föl szoktam tenni riportalanyainknak egy kérdést. Polgármester úr, mit kíván 2013-ra? Hát mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget kívánok. A város egészét tekintve pedig azt, hogy maradjon meg az a hihetetlen türelem, kitartás az emberekben, ami eddig is jellemezte őket, és ami tulajdonképpen lelki erőt ad a én munkámhoz is, meg a képviselőtársai munkájához is. Én úgy gondolom, hogy a itteni emberek, a karcagi lakosok megértették azt, hogy mi a helyzet, mi a szituáció, és azt kell mondjam, és köszönet, ezer köszönet azért, hogy ekkora türelmük és a megértésük, és a támogatásuk, hogy
ezeken a nehézségeken úrrá tudjunk lenni. Én azt szeretném a következő esztendőben, hogy ugyanígy jellemezze a karcagi embereket az összetartás, az összetartozásnak az érzése és az ereje, és az erő csak növekedjen. Programjainkban is arra törekszünk, hogy ezt erősítsük, és erre szerencsére vevők a itteniek. Ez a KUN összetartás azért ez nehezen kiírható az emberek lelkéből, és nem is akarjuk természetesen, ezt erősíteni szeretnénk. Tehát ezt szeretném, hogyha még nagyobb lenne ez az összefogás, és együtt dolgozva, egy irányba gondolkozva és ténykedve tovább tudnánk a város érdekeit erősíteni, a város gazdaságát gazdagítani, a város hírnevét öregbíteni. Teljesüljön a kívánság, a polgármester úr. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Áldott karácsonyt kívánunk, boldog új évet, és visszavárjuk januárban. Köszönöm a jó kívánságokat. Én is minden karcagi lakosnak még egyszer mondom, jó egészséget kívánok, békés, boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag új esztendőt. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a karcagi birkafőzők baráti társaságának egy évzáró vacsorája. Balta László elnökkel beszélgetünk, azt hiszem, hogy egy nagyon szép évet zárhatnak, hiszen mindannyian ott voltunk a birkafőző fesztiválon, ami tényleg egy igazán sikeres program volt, de hát önök nem csak itt voltak jelen, hanem számtalan helyen képviselték a várost és népszerűsítették ezt a birkapörköltöt. Kérem, egy picit beszéljen az idei évekről. Hát igen, mi január 1-től július végéig, vagy június végéig mindig a birkafőző versenyre készülünk, és hát szerintem látta a tömeg, aki itt volt, hogy elég jól összeszedtük magunkat, és jól sikerült. 270 lábasba főtt a birka, és hogy ez szorozva 30, ez annyi adakkaja volt, és bizony nem sok maradt ebből meg a kutyáknak, illetve hát elfogyott majdnem mind, volt akinek maradt, de nem mindenki egyformán főz. Hát az az igazság, hogy itt a karcagi embereknek azért nem maradt birkapörköltők, azok elfogytak, és ugye hát ez feldobja az egész társaságot, meg ugye hát azt tudomásul kell venni, hogy csak karcagiak nyertek most is. A 18 díjazottból kettő volt vidéki. Az az igazság, hogy nagyon sok helyre járunk versenyekre, főzőbemutatókra, többek között Szerbiába, Romániába, vagy a külföldet is említjük, Szlovákiába, de itt, ami meglepett bennünket, hogy Furta, egy nagyon kicsi falu, és meghívott bennünket, hogy megkóstolják a karcagi birkapörköt, és nagyon jó sikerült az is. Ami még említése méltó, Túrkevén, ugyebár Túrkevén van a Hűház Fesztivál, és ott általában csak a karcagiak szoktak nyerni, és ezért nem is nagyon szeretnek bennünket azon a vidéken látni. És hát még szerintem még élünk, addig élni fog a vita a karcagi meg a kisújjak között is, hogy ki csinálja jobban a birkapörköltet, de én úgy gondolom, hogy itt a tagok között kisújszállási főző is van, tehát nagyon jól elférnek itt egymás mellett. Igen, hát nekünk, ugye, mikor megkérdettük ezt a baráti társaságot, hogy ez kötetlen társaság, tehát nincs semmi kötelezettsége senkinek, illetve hát segítünk a városnak, a fesztivál, mikor van, akkor mindenki ott van, segít berendezni a telepet, meg a helyeket felrajzolni, de megférnek a túrkevélyek is, köztünk megférnek a kisújjak is. Igaz, hogy a kisújjak hadakoznak, hogy még apróra vágjuk, ők akkora vág, mint az öklük, de ők azt szeretik. Hát most meg ők nem tesznek bele a lábat, fejet, mi meg a fülitől a farkáig mindent belerakunk. És hát ez így is legyen még évszázadokig, hiszen mindannyian ezt a karcagi birkapörköltöt szeretjük a legjobban. Én azt kívánom, hogy legyen jövőre is sikeres évük, hiszen azért egy elismerésről is szóljunk. A Vajdahunyadvárban egy nagyon szép elismerést kaptak ebben az évben. Újabb az oklevelek sora újabb agyarapodott.
Igen, hát büszkeik vagyunk, tehát meg büszke lehet ránk a város is, mert azért a városért is dolgozunk, tehát meglátszik, hogy minden évben kapunk valami díjat, amivel büszkélkedhet a város is, meg mi is. Tehát nagyon, és ugye nekünk az a feladatunk, hogy ezt továbbadjuk a gyerekeinknek, illetve a unokáinknak, hogy ne halljon ez a hagyomány, apáról fiúhoz álljon ez a... Hát sajnálom, lett volna egy könyv, ami készült rólunk, de fiam elvitte persze, nem tudtam behozni, tehát nem csak rólunk a családról, de az egész barátságról, és ott ugye a fenképeken ott látszik, hogy a nagyapa, a fia, az unoka darabolják a hús, meg minden. Szóval ez van egy ilyen könyv, már megjelent rólunk. Hát akkor sok sikert kívánunk, és még nagyon sok ilyen közös verseny, de a unoka, a nagyapa együtt főznek. Nagyon szépen köszönöm. Az előbb már nagyon jó hírrel számolt be Nagy György Jenő a többieknek. Kérem, hogy mondja el nézőinknek is, hogy mit tudott ma itt bejelenteni a társainak. Azt jelentettem be, hogy az eddigi baráti társaságunk, ami baráti kötetlen társaságként működő, hogy mondjam, vagy nem is csoport, egy társaságunk, innestől kezdve a 2013-as évben mint egyesület fog tovább működni, ami úgy gondolom, hogy nem zavarja meg azt, hogy egy nagyon jó kis csoport jött itt létre, hanem igazából csak elősegíti azt. Sok lehetőséget fog nekünk ez biztosítani, és úgy gondolom, hogy csak elősegíti, hogy továbbra is megmutathassuk birkafőzés karcagi tudományát mindenkinek. És mi lesz az egyesület pontos neve? Az egyesület pontos neve innestől kezdve a Karcagi Birkafőzők Egyesülete. És akkor mondjuk el a tisztségviselőket, hiszen itt az előbb Balta László, mint a társaság korábbi elnöke lemondott, és átadta önöknek a stafétát. Hát az átadás átvétel van, azért most már komolyabb dolgokon fog végigmenni, de Laci bácsi megmaradt, mint elnök helyettes. Az egyesület engem választott elnöknek. A titkárunk, ez Barát Jancsi, kedves taktársunk, most ugye ő nincs itt. Csontos György vállalta el, Ifjobbik a gazdasági elnöki tisztet. Akkor Varga Viktor barátunk vállalta el a marketing és média menedzser, és ugye ő a interneten, a honlapkészítés, stb. Akkor Kolostyák Gyula, kedves barátunk, ő vállalta továbbiakban is az rendezvényszervezés dolgait, illetve utolsó sorban Sinka István, aki a további is a kulturális szervezéseket, kutatásokat, intézéseket fogja továbbra is vinni. Eddig is ő volt az egyik húzó emberünk, aki a hírvédjegyet, akár a szellemi kulturális örökségbe való felvételünket is előkészítette. Hát akkor mindenkinek meg lesz a magas szakterülete, és hát reméljük, hogy hasonlóan, mint az idei év, a jövő év 13-as ugyan van benne, de nem vagyunk babonások, és hasonlóan szép sikereket fognak egyesületként is elérni. Ehhez jó munkát kívánunk önöknek, és nagyon jó karcagi birkákat, és birka pörköltött nekünk magunknak. Nagyon szépen köszönjük az egyesület nevébe is. A Nagykun látogatóközpontban is tett egy látogatást most ez a baráti társaság. Ennek volt egy célja is, Sinka Istvánról beszélgetünk, hiszen ott már nagyon szép dolgok alakulnak az egyik teremben. Mondjuk is el nézőinknek, mi fog ott történni. Mindenki előtt ismeretes, hogy a kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya 2009-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, illetve ebbe az évben megkapta a hagyományok, ízek, régiók védjegyéről szóló oklevelet is, és az önkormányzat részéről volt egy kezdeményezés, hogy azokat az elért eredményeket, amik oklevél formájában, díszletek formájában megjelentek, azokat egy helyen rendezzük egy közös kiállító részbe, és a látogató központba kaptunk erre egy termet, és oda gyűjtöttünk össze minden olyan relikviát, ami ezzel kapcsolatos. És hát itt a tagok is ígértek nagyon sok olyan dolgot, hiszen Piroska néni ígért, hogy az apukájáról a fényképeket odaadja az egyik kampusbotját, tehát azt hiszem, hogy tényleg olyan értékek fognak ott hamarosan összeállni, ami egy igazán ritkaság számba megy majd. Igen, a ma este a baráti társaság átment megnézni ezt a kiállítást, ez egy ötletindító volt, és azt kértem mindenkitől, hogy akinek ezzel kapcsolatos bármilyen tárgya, díszlete, fényképe van, azzal gazdagítsuk ezt a gyűjteményt és ezt a kiállítást.
Tehát akkor esetleg, hogyha valaki most ezt látja a riportot, és ő is úgy gondolja, hogy van olyan családi relikvia érték, amit esetleg szeretne oda tenni, mert valamiért fontosnak tartja, hogy mások is megnézzék, ők is jelentkezhetnek? Nagyon szépen köszönöm az ötletet, hogyha bárkinek ilyen jellegű van, akkor nagyon szívesen fogadjuk, és ez tulajdonképpen Karcagvárosnak az érdeme. Ennek a gazdagi birkapörkölnek ott van a hely a jegyzéken, és minden ezzel kapcsolatos ajándékot, tárgyat, relikviát szívesen fogadunk. És hát reméljük, hogy 2013-ban beszámolhatunk arról, hogy esetleg valamilyen újabb rangos díjat nyert a birkapörkölt, mint amit idén is megkapott a Vajdahunyadvárban. Én ehhez és a kiállításhoz is nagyon jó munkát kívánok, és kitartást kívánok önnek, hogy sikerüljön megvalósítani az elképzeléseit. Köszönöm szépen, érdeklődéssel várjuk a Hungarikum törvénynek a végrehajtási részét, amikor a védjegyről szóló oklevelet átvettük szeptemberben a Vajdahunyadvárba. Ott azt mondták a rendezők, hogy ez a védjegyről szóló cím, ez a Hungarikum előszobája. Bízunk benne, hogy tovább halad az ügy. Hát akkor egy sikeres belépést kívánunk önöknek, és jó munkát. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, és hamarosan kezdődik az Ipari Tudományos Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületnek egy konferenciája. Dr. Fekete Roland elnökkel beszélgetünk. Pár mondatban mondjon néhány gondolatot az egyesületről, hiszen nem nagyon ismerjük önöket. Ez az egyesület egy 18 éves civil szervezet, ami azért jött létre, hogy a magyarországi ipari parki rendszert, innovációt és ezt a struktúrát létrehozza, ezt támogassa, olyan helyzeteket generáljon, amivel a versenyképesség és ez a terület fejleszthető, növelhető. Jelenleg hány ipari park van az országban, vagy önök kikkel vannak kapcsolatban? Jelenleg több mint 200 ipari park van Magyarországon, aminek a rendszerének a szűrése jelen pillanatban folyamatban van. Ennek az egyik ilyen fóruma az Ipari Park Tanács, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozó véleményező szerv, előterjesztő szerv, döntést támogató fórum, és a másik az Ipari Parkok Egyesülete, mi vagyunk, akik igyekszünk ebben a kérdésben előre menni, és támogatni a kormányzati döntéshozatalt. Korábban szó volt arról, hogy bizonyos évekre lehetett elnyerni az ipari park címet, ez még most is így van, vagy már van ebben változás? Jelen pillanatban a jogszabályok előkészítésében és a módosításokban együttműködünk a kormányzattal, ez a kérdés is napirenden van. Az Ipari Parkok Egyesületének egyik nagy eredménye, hogy a tudományos park, mint terminológia, mint kategória bekerülhetett a vonatkozó kormányrendeletbe, így specializáltabban tudjuk majd talán a parkokban folyó folyamatokat a tudománnyal, a kormánnyal és a gazdasági szférával való együttműködést támogatni. Gondolom, hogy éppen azért vizsgálják ezt elő, hogy minél működőképesebbek legyenek ezek az ipari parkok. Természetesen a cél ez, a működőképesség és a versenyképesség növelése. A válsághelyzetben azt gondolom, mindenkinek tiszta felismerni azt, hogy változtatni kell, hiszen a régi folyamatok miatt alakul ki a válság, ugye azok nem fenntarthatók tovább, ezért olyan megoldásokat kell találni, amik a jövőre is érvényesek, és mindig hitet kell tenni a változtatás mellett. És miért pont Karcagot választották ennek a tanácsülésének a helyszínéből? Azt gondoljuk, hogy Karcag több szempontból is példaértékű. Kelet-Magyarországon elhelyezkedő nagyváros, amelyik a régiójában kiemelkedő teljesítményt nyújt. Egy olyan területen nyújt kiemelkedő teljesítményt, és innovál, fejleszt, amelyen talán a legnagyobb szükség van az országban, hogy a nyugati ország részhez képest a felzárkózás meg tudjon történni, munkahelyteremtő beruházások születhessenek. Erre láthatunk több példát például a Karcagi Ipari Parkban. Ezen kívül azt is el kell mondani, hogy Karcag kun település, és a 13. század óta hagyományokat őriz. Nagyon jó példa Karcag városa arra, hogy a hagyományőrzés és az újítás, az innováció nem ütik egymást. Nyugodtan meg lehet valósítani, mindenkinek hasonlóképpen kellene gondolkodnia, és azt gondoljuk, hogy a vállalati szektor, az önkormányzat és a kormány példaértékű együttműködésről tesz tanúbizonyságot ebben a városban. Tehát akkor, ha jól értem, ez egy elismerés is, hogy itt van ez a tanácsülése. Karcagipari parkon kívül ki fog még bemutatkozni? Bemutatkozik a Szolnoki Ipari Park, Debrecenből kettő ipari park mutatkozik be, és a karcagiak is természetesen bemutatják az újabb fejlesztéseiket, beruházásaikat. Akkor jó munkát kívánunk önöknek, és ahogy olyan fogalmazott, hasznos döntéseket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Székely Ádám az infócsoport ügyvezetője.
Önök az egyik tulajdonosai a karcagi és a polgári ipari parknak is. Itt az előbb már elhangzott a szervezők részéről, hogy példaértékűnek ítélik meg a karcagi ipari parkban folyó beruházásokat. Gondolom, hogy ön ennek az elismerésnek örül. Mindenféleképpen örülünk mindenféle elismerésnek. Hát sokat dolgozunk, és ebben a nehéz gazdasági környezetben azért lehet előrelépéseket elérni valóban. És most mit tart a legnagyobb eredményünknek? Hát egyáltalán az, hogy beruházásokról szó van, és beruházások előkészítése zajlik, illetve infrastruktúra beruházás az konkrétan folyamatban is van, és erre pénzt áldoztunk. És hát azt hiszem, hogy nem gondoltuk egy évvel ezelőtt, amikor az alapkőletételről beszélgettünk még, hogy ilyen nagy léptékkel fognak haladni, hiszen hallottuk, hogy már két beruházó biztos, hogy lesz jövő ilyenkorra, talán el is indul a munka, és úgy tudom, hogy tárgyalnak újabb befektetőkkel is. Így van, tehát van egy beruházás, ami már gyakorlatilag el van döntve, és egy-két előfeltételt len kell még dolgozni, de egyébként az elhatározás finanszírozás az rendelkezésre áll. Ugye ez az elektronikai hulladékhasznosító Kft. Lesz. Illetve ezen kívül van kettő cég, abból az egyik egy előre haladottabb állapotban van, ez egy PET-palack feldolgozó üzem lesz. A másik az pedig egy élelmiszeripari beruházás, ott még a konstrukció kidolgozása van folyamatban. Ezek a cégek ténylegesen mikor kezdik itt jelképesen a első kapavágást az ipari parkban? Hát ugye ezt nagyon nehéz megjósolni. Igazándiból lépésről lépésre haladunk, és mindig egy kis feltétel teljesül, és egyre közelebb kerülünk a végcélhoz. Az elektronikai hulladék hasznosítónál a finanszírozás az állami támogatást azt megkaptuk, igazából a beruházás előkészítése is megtörtént, a banki finanszírozás megszerzés az utolsó lépcsőben tart, úgyhogy ott már gyakorlatilag indítás előtti állapotban vagyunk, és hogyha minden igaz, akkor január-februárban indulni is fog maga a csarnok beruházás is, addigra az infrastruktúra beruházás el fog érni egy olyan fázisba, hogy ezt lehetővé tegye. A másik kettő esetében a PET-palack feldolgozónál ott az állami támogatás iránti igény az már beadásra került, de ugye a befektetői csapat az már megvan, de az állami támogatás az egy fontos feltétel a beruházásnak, tehát valamikor egy-másfél hónapon belül ott is lesz ebbe eredmény. A harmadik beruházás az még csak előkészítési fázisban van, a befektetők ott is megvannak, tehát a pénz, illetve a pénznyújtó befektetők azok rendelkezésre állnak, de azért az még egy jó fél éves munka lesz, mire olyan fázisban el fog érni, hogy biztosat tudjunk mondani a projektről. Azt kívánom, hogy amiről most beszéltünk, a pénzek jöjjenek úgy, ahogy szeretnék, és sikerüljön megindítani mind a három beruházást is, minél több karcaginak és környékének adjanak munkát. Hát mi majdnem napi 24 órában ezen dolgozunk, úgyhogy közös a cél. Köszönjük szépen is jó munkát, és most pedig hasznos tanácskozást kívánunk önöknek. Köszönjük szépen. A tiszafüredi kistérség 2012-ben sikerrel vett részt az új Széchenyi terv Észak-Alföldi operatív program pályázatán. Az elnyert mintegy 140 millió forint segítségével összesen 150 millió forintos költségvetésből Tiszaőrsön, Tiszaigaron, Tiszaroffon és Tomaj Monostorán hajthatják végre a szociális alapszolgáltatások fejlesztését. A december 10-ei projektnyitón a Tiszaőrsi Öregek Klubja közösségi termében dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztő miniszter köszöntötte a négy településről érkezett vezetőket és szociális területen dolgozó szakembereket. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester asszonyok és urak, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az igazán fontos projektindítón. Hiszen egy olyan településen, olyan térségben valósul most meg egy közel 150 millió forintos beruházás, amelyre elmondhatjuk azt, hogy igazán ráfér a fejlesztés. Fontos az, hogy minél több program valósuljon meg, minél több épület újuljon meg, és ami nagyon fontos, mindez segítse az itt élő embereket, segítse azokat a közösségeket, amelyeket az önkormányzatok fognak össze. Tisztelt hölgyeim és uraim, Tiszaőrs, Tiszaiga, Tomoly Monostora és Tiszaroff eredményesen pályázott az új Széchenyi terv keretében arra a fejlesztésre, amely a szociális infrastruktúra korszerűsítését, eszközállomány bővítését, felújításokat tesz lehetővé, és az összköltség a 146 millió forint, melyhez 139 millió forintot sikerült nyerni. Tehát ez mindenképpen egy fontos
program, és ami nagy előnye, hogy 95%-os a támogatottság, tehát az önkormányzatok anyagi lehetőségeivel és figyelemmel lett a pályázat konstrukció összeállítva. Így a leromlott állapotú épületek felújítására sor került, így láttuk azt, hogy ez igazán fontos akadálymentesítés, a korszerűsítés az szintén belefér ebbe a programba, a Tomaj Monostorán új szociális szolgáltató központ épül, Tiszaroföld ételkiszállító gépkocsi vásárlására fog sor kerülni. Igazán is felújítás történik meg. Informatikai berendezések, konyhai eszközök beszerzése, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás hasznosító napkollektor telepítés, parkoló és kerékpártároló építése is része a programnak. Tomaj Monostorán pedig egy fő főállású irodai alkalmazott és tartós foglalkoztatásba kerülhet. Tehát ezt hiszem, hogy ez igazán indokolt és fontos, azért is, hogy olyan szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a helyben élő lakosoknak, polgárainak, amelyek megilletik őket az ország könnyebb helyzetben lévő, gazdaságilag erősebb településein is, de itt a mi vidékünkön, Nagykunságban, a Tiszavidéken is szükség van arra, hogy az emberek érezzék azt, hogy az önkormányzatok gondoskodnak róluk, az állam is odafigyel, és összerakjuk azokat a forrásokat és lehetőségeket, amelyek ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosítását magas szinten, európai szinten képesek garantálni. Én gratulálok mind a négy településnek ehhez a pályázathoz, a kis térségnek, amely összefogja itt a önkormányzatokat és a tájban, térségben lakókat, és bízom benne, hogy lesznek további pályázatok is. Ezúton is felajánlom támogatásomat és a kormány támogatását azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek szükségesek ahhoz, hogy itt az önkormányzati munka eredményesebb legyen, és az életszínvonal, az élet színvonal szükséges feltételek is biztosítottak legyenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és még egyszer szívből gratulálok, sok sikert kívánok a megvalósításhoz, és mindenkinek áldott ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen! Gratulálok! Közép-Tiszavidék Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű területe, Tiszaörsön, Tiszarofon, Tiszaigaron és Tomaj Monostorán most sikerül mégis egy közel 150 millió forintos programmal felújítani, rendbe tenni szociális ellátást nyújtó épületeket. Idősek klubját tudnak felújítani Tiszaörsön, Tomaj Monostorán új épület készül, Igaron is felújítás lesz, és Tiszarofon ételszállító gépjármű vásárlására kerül sor. Megújulnak az épületek, a berendezés, infrastruktúra fejlesztése, informatikai fejlesztése is lehetőség nyílik. Fontos ez, hiszen itt a Tiszavidéken élő embereknek is joguk van arra, hogy olyan szociális ellátásban részesüljenek, mint az ország más területein. Az önkormányzatok összefogását pedig bizonyítja ez a sikeres program, amely ma veszi kezdetét, és én bízom benne, hogy sok más hasonló program fogja követni. Így tudunk gondoskodni a településeken élőkről, és az önkormányzatok is új lehetőségekhez jutnak. Egyébként Tiszaörsön nagyon sok hasznos kezdeményezést tapasztaltam. Itt a Start munka keretében kertészkedés folyik, és egy tésztaüzem is megkezdte a működését. Tojóhibrideket tartanak, a tojást felhasználják az étkeztetésben, a tésztaüzemben, és nyúltenyésztésbe is fogtak. Kecsketartásra is foglalkoznak, és kecske sajtot, tejtermékeket szeretnének előállítani. Ez mutatja azt, hogy a jó önkormányzati elképzelések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Minisztérium terveivel, és az, hogy minden településen készterméket kell előállítanunk. Itt is tésztafélék, sajtok, tejtermékek, hús kerülhet az asztalokra, illetve a kereskedelembe. Ez megélhetést és bevételt is jelent egyben. Az említett települések lakossága előregedőben van, és ez országosan is az egyik leghátrányosabb helyzetűnek tekinthető kistérségben jelentős segítség ez a projekt. Ez egy nagyon nagy lehetőség számunkra, mivel a településünk előregedőben van, tehát nagyon sok idős gondozásra szoruló tag van. A klub 30 fős létszámmal működik. Ebből 15 fő demens, tehát időskori leépülés már megjelenik náluk.
Ezen kívül szociális étkezésbe közel 100 fő részesül, valamint 27 fő házi gondozottunk van. Ez az intézmény egy nagyon régi épületben található, és nagyon ideje, hogy felújítsuk, hisz az állaga nagyon sokat romlott az utóbbi években. Már több mint egy éve meg is kellett támogatnunk, hisz majdnem életveszélyes volt. Ez a pályázat nagyon nagy lehetőség, amivel éltünk, és nagyon örülünk neki, hogy reméljük már a nyáron visszaköltözhetünk az új épületünkbe, teljesen megújulva, és hosszú távon ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani a gondozottainknak, illetve Tiszaös minden lakosságának, hisz itt kapott helyet a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat is. A tiszaörsi megnyitó alkalmával a helybéliek egy helyi készítésű termékekből összeállított ajándékcsomaggal is kedveskedtek a miniszternek. 2011-ben már elindult a Start munkaprogram keretében ez a foglalkoztatás. 2012-ben 137 fő került foglalkoztatásra településünkön. Sajnos nagyon magas a munkanélküliség, ezért szükség is volt erre. Illetve működik a helyi konyhánk, Tiszaörs önkormányzatnak van egy konyhája, és ide kertészeti termékeket, állattenyésztési termékeket is beszállítunk, valamint bevonjuk a lakosságot azáltal, hogy számukra ingyen és bérmentve adunk tenyészállatokat, ők is bekapcsolódhatnak a termelésbe, mint ahogy ezt meg is tették. Például a nyúltenyésztésben 31 család kapott két anyát, illetve egy bakot. Van sertésünk, azok most fognak fialni a legnagyobb hidegbe, de meg fogjuk oldani, és hízlalás után ez is a konyhára kerül, valamint foglalkozunk, tojó hibrid állományunk van, és a tojástermelés nem csak a konyhánkat látja el, hanem száraz tésztát készítünk. Egy nagyon szép konyhai hely szabadult föl azáltal, hogy a szakiskolánk úgymond megszűnt, kénytelenek voltunk megszüntetni, inkább így fogalmazok, és ennek a helynek a kihasználását terveztük így, illetve végezzük így, hogy itt élelmiszer előállító hely szeretnénk majd lenni, ez a tervünk 2013-ra. Ma már talán kevesen tudják, de Tiszaörsön forgatták a Talpalatnyi Föld film számos jelenetét. Vajon mennyi van meg a falu lakosságában a filmbeli Gózi Jóska tenni akarásából, kérdeztük utoljára a polgármester asszonyt. Remélem, hogy megvan, illetve ha nincs, megpróbáljuk újra éleszteni és kedvet csinálni ehhez. Végül is az emberekkel szerintem nincs baj, a munkahelyekkel van baj, és ha megfelelő értékteremtő munkát tudunk számukra biztosítani, akkor ők aktívan dolgoznak, és igazán nem lehet rájuk panaszunk, úgy gondolom. Az elmúlt év legalábbis ezt bizonyította. A tiszafüredi kistérség életében jelentős lépés lesz ez a lehetőség. A siker lényege az összefogás, mondja Pintér Erika Tiszafüred polgármestere. Sikert jelent mindannyiunk számára, hiszen együttműködésnek egy új szakaszába léphettünk. Most már a kis települések is élvezhetik azokat az előnyöket, ami az összefogásból eredt. Nem volt ez könnyű. 2007 óta az idáig vezető út elég rögös volt, sok-sok vitával tarkított, de úgy látom, hogy kezdenek beérni ezek a viták, és most azért is vagyunk itt, mert négy településen végre néhány álom megvalósulhat ebből a projektből. Tennivaló persze emellett is van bőven. Sokszor azt gondoltuk, hogy a nehezén túl vagyunk már, de be kell vallani, hogy mindig újabb elvárásoknak kell majd megfelelni. Sok-sok kihívás áll még előttünk, de először azt kell eldöntenünk, hogy hogyan tovább. Együtt marad-e ez a kistérség, a társulás, közösen látjuk-e el majd a jövőben a szociális feladatokat. Ez még egy döntés, de bízom benne, hogy az eddigi munka arra ösztökél mindenkit, hogy valóban együtt kell dolgoznunk, és akkor ezeknek a kihívásoknak könnyebben fogunk megfelelni. A járások kialakítása változásokat hoz majd, van viszont, amit jó lenne továbbra is együtt végezni. Valóban nálunk még nagyobb kihívás lesz, még több nehézséggel kell szembenézni, hiszen a mi kistérségünk ketté osztódik, két járás lesz a tiszafüredi kistérségből. Mégis azt gondolom, hogy éppen az eltelt évek arra ösztönöznek minket, az az észszerű döntés, hogy bizonyos feladatokat együtt, közösen a 13 település lásson el, ilyen a szociális terület feltétlenül, hiszen itt tudtuk a legtöbb
legtöbb eredményt felmutatni. Három városban már megújult, korszerűsödött a szociális feladat ellátására szolgáló építmény, intézmény, és most a kis települések jönnének sorra. Sok embert érint mindez, több ezer embert a mi kistérségünkben, tehát nem mindegy nekünk, polgármestereknek sem, képviselőknek, hogy milyen színvonalon, milyen minőségben tudjuk ezeket a feladatokat megvalósítani. Bízom benne, hogy az eddig végzett munka meghozza a gyümölcsét, és maradhatunk együtt, hiszen úgy látszik, így vagyunk sikeresek. Tomaj Monostorán a nyáron a vízelvezető rendszert újították fel, bővítették ki. A most elindított projekttel a szociális ellátást javíthatják, ez már rég időszerű volt. Tomaj Monostorán a szociális hálózat nagyon-nagyon rászorul már a fejlesztésre. Feltételes működési engedélye volt a családsegítőnek, a gyermekjóléti irodának. Ezeket az önkormányzat épületében egy ilyen szükségmegoldásként helyeztük el, valamint a házi segítségnyújtásnak az épülete is egy külön épületben volt, ami olyan állapotú volt, hogy az építészek, illetve az építésügyi hatóság véleménye szerint csak lebontása alkalmas. Most ezeket az irodákat fogjuk egy helyre behozni, tehát a szociális családsegítő és gyermekjóléti irodákat, valamint a házi gondozó helységét fogjuk ezzel az épületrésszel összekötni. Egy teljesen új épületet fogunk kapni. Egyrészt a projekt egyik része az épületépítés, illetve ennek az irodáknak a eszközparkjának is a beszerzése, bútorzatának beszerzése, ez lesz a mi projektünk része. A fejlesztésekkel a falu minden lakóján segítenek majd. Gyakorlatilag szinte minden embert érint a faluban, mert ez nem csak az időskorúak nappali ellátása, valamint a családsegítő, gyermekjóléti szolgálaton keresztül mindenki érintett benne, szinte minden gyerek. Sajnos a lakosság olyan szegény, hogy a gyerekeknek a körülbelül 85-90%-a ingyen étkezik, tehát ha így tekintjük, akkor szinte minden gyereket érint, valamint a rengeteg lakásfenntartási támogatásban részesülőket, tehát mindenkinek egy ilyen újabb, egy ilyen jobb körülmények között tudunk egy magasabb szintű szolgáltatást nyújtani. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik, melyben a Berek-fürdői Tepertő Fesztiválon készített felvételeinket vetítjük önöknek, tartsanak velünk! Ifjabb Kenyeres Imre Tibor tepertős sütéssel és nyárson forgó malacsal is készült a fesztiválra. Korán még jó időben elkezdtük a felkészülést, és ugye a tüzelőanyagot, a malacot, meg az apró szalonnát összeszedtük. Most arra kell vigyázni, hogy a hőmérséklet se alacsonyabb, se magasabb ne legyen, mint ami a zsír kisüléséhez szükséges. A malac gyakorlatilag 2 centi hús, vagy 5 centi hús 2 órán át sül át. Ott 15-16 centi húsról beszélünk, ez egy 6 órás művelet minimum. Mire a malac átsül, reggel, ahogy föltettük, hát ebből délután 4-5-re lesz kaja. Hát erről nincs mit beszélni. A tepertő, mint hogy tepertő fesztivál vagyunk, ez készen lesz, körülbelül egy óra múlva, most már a zsírfő, nem a víz, amit alá tettünk. Itt is egy 160-180 fokos hőmérséklet az ideális, ha annál melegebb, akkor az alja leég, hogyha viszont hidegebb, akkor nem olvad ki a zsír a szalonnából. A nyerson sült malac elkészítéséhez jókora szakértelem és gyakorlat szükséges, amint hallottuk, ez esetben minden biztosított a sikerhez. Ezt a malacot egy berekfürdői
be kell valljam, ő nem kívánja megnevezni magát. Ő ajánlotta föl a malacot, illetve a sütőt, ő gyakorlott ebben a sütési eljárást, ő konkrétan órára, percre lebontva elmondta, hogy hogy kell csinálni. Tehát azért ő mondta, hogy nem is alá kell gyújtani a malacnak, hanem mellé, mert így a túlzott hőmérséklet, tehát a malacnak a megégése elkerülhető. És gyakorlatilag ugye az ő tapasztalatára építve csináljuk ezt a ezt bőrös malacnak hívják. A szakértelem a tepertő sütésben is megfigyelhető volt, ez sem véletlen. Amikor malacot vágunk, nyilván rengeteg olyan zsíradék van, amit érdemes kisütni tepertőnek, mert a tepertőt önmagába még a gyerekek is kedveleszik, a megmaradt zsírt pedig kajának alásütni. Fölhasználjuk, vagy zsíros kenyérnek is, nagyon finom. Ifjabb Kenyeres Imre valaha gazdálkodott, de egy ideje leállt az állattartással. Jelen idő szerint nem tartok jószágot, a korábbi években tartottam, a gazdasági helyzet sajnos úgy hozta, hogy most per pillanat nem tartok jószágokat, de korábban saját magam is vágtam mangalicát elsősorban. Az állattartási kedv megmaradt, hiszen az állattartás hasznos dolog, és mint kiderült, talán a disznózsír sem olyan egészségtelen, mint mondják. Nagyon jó megoldható ezzel egy családnak a élelmezése, és én úgy gondolom, hogy a zsíradék, mint olyan, bár ugye a modern táplálkozásban ezt másképp gondolják, de az én tapasztalatom az, hogy nyugodtan lehet enni sertészsírt, kenyérrel, alásütve bárminek, mert a sertészsír az embernek a evolúciója folyamán természetes éleme volt. Viszont a napraforgó olaj nem. És én úgy gondolom, hogy én egyébként köszvényes vagyok, és az a tapasztalatom, hogy hiába tiltja az orvostudomány, gyakorlati tapasztalatom, hogy a napraforgóolaj, illetve a finomított cukrok, szénhidrátok többet ártanak, ugyan olcsók, de a tényleges zsír táplálóbb is, egészségesebb is, és személy szerint az a tapasztalatom, hogy a köszvénynek is mondjuk úgy jót tesz. Idősebb Kenyeres Imre a falu egykori polgármestere, jelenleg önkormányzati képviselő a forradbor elkészítését vállalta. A bor az úgy van, hogy összeadjuk. Mindenki 5 litert hoz, 10 litert. Aztán az én dolgom az, hogy itt ebbe az üsbe megforraljam, felfűszerezem, és aztán adjuk, mérjük. A forralt bor nem nélkülözheti a fűszereket, magyarok vagyunk, tehát itt is első a paprika. Jó forralt borhoz először is piros paprika, bors, fahéj, szegfűszeg, meg jó bor, igen. A jól elkészített melegítő ital jó ütemben fogyogatott. Nagyon jól fogy, úgyhogy elég is lesz, úgy látom egyébként. Most olyan 70-80 liter forralt bort csináltam, az elmúlt évben egy kicsit bővebben volt, akkor 150 liter elment. De gondolom ezt is megfelelő módszerrel beosztjuk. Tepertő receptje természetesen idősebb Kenyeresnek is van. Amikor én sütöm a töpörtyűt, akkor már mikor majdnem kész van, egy pici tejet teszek bele, és akkor úgy megpirosodik. És akkor és ropogós lesz, meg olyan puha omlós lesz. Én így szoktam sütni. Itt még jelentőleg nem tudom, milyen a felhozatal, mert még nem volt időm végignézni. A paraszt gazdaságban régebben nem csak sertésből, hanem szárnyasok hájából is sült töpörtyű. Nagyapáméknál, meg apáméknál is gyakorlatilag mindenféle töpörtyű előfordult. Nagyanyám tudom, 6 hétig tömte a kacsát, és akkor már olyan zsíros volt, hogy majdnem csepegett a tolla, és akkor annak lett igazi, gyönyörű, sült töpörtője, és nagyon jó voltam, annak már a mája is egy kis fokhagymával. Egyébként liba is mindig volt a háznál. A tyúkok meg, hát nem nagyon hagytuk, hogy meghízzon, mert akkor az nem tojt. Ugye a tojó tyúk az nem hízik meg, de a tyúk teperte is nagyon finom.
Ha nagyon kövér a tyúk, akkor levesben nem is érdemes beletenni, külön meg lehet pici töpörtőnek sütni, és el lehet nassolgatni. Mi gyerekek annak idén nagyanyámtól így mindig kaptunk. Csendesen. És persze vannak különlegesebb tepertők is. Vaddisznóból. Vaddisznó. Az jó volt legalábbis, hát kaptam egy kis szalonnával egy kis húst, azt kisütöttem. A húsból pörköltet csináltam, tudom, nevezetes volt, mert egy kicsit elsóztam, utána egy hétig gulyáslevest tettem. A pörköltből. Honc László Budafokról költözött Berekfürdőbe. Szeretem ezt a helyet, úgyhogy itt próbálok élni, és ide jöttem, szeretem ezt a helyet, szeretem a fürdőt, nagyon jó. Szeret főzőcskézni, most éppen szárnyas került a lábasba. Tyúkot csinálok, majd utána rizsa lesz hozzá, úgyhogy meg lehet nézni. Moncz úr az érdeklődőkkel is elégedett. Kezdenek gyülekezni az emberek jobban délutánra, mert hát akkorra lesz kész a főzni való, sütni való. Ez pörkölt lesz, úgyhogy rizsával. A tyúk pörköltöt hagyományosan tette felfőni. Ugyanúgy, mint más csinálja, hagymával, fűszerekkel, és hát minden esetre jó alapanyag kell hozzá, és akkor finom lesz. A legjobb alapanyagot a falusi baromfi udvar adja. A legjobb a házi tyúk, hogyha van itt általában, azt lehet találni, nem nagyon veszünk mást. Házi tyúkot, szép sárga, úgyhogy ebből csinálunk mindent. Balogh László később fogott hozzá, de azt mondja, nem késik el semmiről. Későn készítettük föl, mert az üstöt későbben tudtuk beszerezni, úgyhogy két óra késésben vagyunk, de nem probléma, mert így folyamatos lesz a kóstolás, kiszolgálás. Balogh László már régen a fővárosban él, de sosem tudott elszakadni a falutól. Onnan ered ez, hogy 11 éves koromban el szerettem volna menni innen, de ugyanakkor 11 éves korom óta visszaszerettem volna jönni. És engem nagyon érdekel ez a vidéki dolog, vidéki életmód, és mindig is Berekfürdőnek tartottam magam. 20 évig éltem Pesten, meg különböző helyeken, de mindig visszavágytam ide, és ezért. A tepertő sütés nem újdonság neki sem, hiszen régebben otthon általános szokás volt. Ez hozzátartozott a régen a vidéki, ugye háztáji gazdálkodásokhoz, hogy saját magunk vágjuk disznót, és mindenkinek ugye van egy kis titka, ki jobban, ki rosszabbul csinálját, itt egy lehetőség a megmérettetésre. Persze főzni Balogh László is szeret, vagyis nem gyakorlat nélkül fogott hozzá. A sütésnek csak az egyik fő terméke a tepertő, ott marad utána a sok zsír, de az sem megy veszendőbe. Újabban ugye az olaj után, újabban kiderül, hogy a zsír mégsem olyan egészségtelen, tehát nem rossz dolog ez, csak megfelelőnek kellene az alapanyagnak. Mendokiné Rimaszombati Julika nem szakácskönyvből tanult főzni. Régi kunsági eledelt hozott a fesztiválra. Ludaskását főzünk. Ez egy régi paraszt étel. Egy karácsonykor általában egy nagyobb családnak megvettek egy libát, és a liba aprólékból levest főztek, és a húst lefosztották, és egy kevés vöröshagymán átforgatta, hozzátette a rizst, és a levesből a zöldséget, sárgarépát hozzákockázta, és ez volt a második fogás. Már ez az étel is kezd kimenni a divatból. Nem szoktunk karácsonyra, halat, inkább halat. Érdekességnek viszont kiváló ma is. Először egy puszta pörköltet akartunk, de aztán mondta, hogy hát valami másba szárnyas hús, hát akkor a ludaskása mellett döntöttünk. Jól tele van az üst, nem kis adag lesz ez sem. Ez egy 10 kiló körül van, még hozzátesszük a rizsát, meg a zöldséget, úgyhogy tele is lesz az üstünk majd csak. A régi ételeket még mindig főzik, de már csak otthonra. Elég gyakran, mert mi nagyon szeretjük. Hát az öreg lebben csapuszta pörkölt. Akkor szoktunk főzni a csülöklevéből ezt a dzsufás levest. Igen, igen. Akkor hát krumpli levesek, amik kömény magos leves, ami úgy régebben is
hozzátartozott a mindennapokhoz, meccibere nyáron, amit már nem nagyon csinálnak. Bene Lajos időben készítette fel, és kisülés után azonnal szétismérte a tepertőt, zsír is lett bőven. Körülbelül ennek olyan 25 liter zsírja lett, hát olyan jó 30 kiló tepertő volt, ezben volt bőrös is, meg hát bőretlen is, és így oldottam meg. Tehát kis darabokra volt vágva, kicsikre, sok mindenkinek, paraszt embereknek nem tetszett, mert a kunságban ugye nagy tenyérnyi darabokra vágják a tepertőt, de ezt egy húskombinától kaptuk, ilyen kommerszki 100 kilós hízauknak a húsertéseknek a kabátszalonnája volt. De nagyon finom volt, meg amint láttuk, óriási keletje van. Gazda családból származik, sertést még mindig vág. Nagyon szeretem ezt a műveletet, mert azért is, hogy Risznótorban már pihentető, meg ha több segítség van, akkor egy kicsit el is tudok lógni a nehezebb munkáktól, amit nem nagyon szeretek csinálni. Tehát olyankor nyugszok meg, mikor ott állok az üst mellett, és olyankor gondolok valamire. A tepertű sütés az igazi disznótorok végét jelenti. Tehát olyankor már megpihenek, átgondolom, hogy mi történt, jól mentem minden. Olyankor sok mindenre gondolok. A legkellemesebb momentum a disznótornak. Ezt a szakmát szeretem a legjobban tulajdonképpen. Amikor a Berekben is rendszeresen voltak disznótorok, ma már alig van ilyen. Még a 70-es években, amikor gyerekként így ősszel felébredtünk, arra ébredtünk, hogy minden utcában sikaut a hízau. Most már nagyon kevés. Tehát berekiek nagyon kevesen, tehát azt mondanám, hogy 8-10 ember, meg ha itt élő üdülők vagy üdülőtulajdonosok környéken vesznek sertést, vagy kisebb-nagyobb hízaut, inkább kis súlyakat, azt vágják le, de nem itt szúrják meg, tehát azoknak nem halljuk a hangját. Meg általában úgy vannak, hogy ha nagyobbat vesznek, 2-3 család veszi meg. Kihaló félben lévő ősi szokás már, ez sajnos falun. Nincsen már komolyabb állatállomány, ezért csendesek a téli hajnalok. Nagyon csendesek a meglévő, még meglévő japán kakasok 4 órakor megkezdenek kukorékolni, talán ezek jelzik, hogy reggel van, fejőstehely nincs, villanyok sincsenek, mert ugye a tehenes gazdák annak idején korán keltek. Télen ugye át villanyt kellett használni, azt láttuk, hogy itt munka van. Most már sajnos nincs. Itt sem csak tepertő készült. Most bikahere pörköltet főzök, vörösboros rozmaringos mártásban, mivel ugye bevállaltam ezt a tepertősütést, ezzel már végeztem, amint látjuk, most már fogok hozzá a második munkának. Tehát a bikahere meg van abálva, olyan 15-20 kiló körüli bikahere van, és ezt készítem el. Ugyanúgy ugye zsírba a hagymát felsütöm, utána vörösborban a paradicsomos, erős paprikás lecsós alapot képezek, és ha ez készen van, akkor teszem bele, mert nagyon kevés főzés kell, tehát a herének, mert ugye addig is főt, míg abálódott. Tehát most ez a mutatványom következik. Érdekességnek megjárja. Ugye itt a kunságban jellegzetes ugye a birka, a disznótorok, hogy legyen egy kis különlegesség. Ne csak ezek a jellegzetes kunsági ételek, nyáron van a birkafőzé, arra, aki akar, tud jönni. A disznótort úgy, ahogy ismerik, egy kis különlegességbe gondolkodtunk. Aztán én ezt választottam, nem csináltam még ilyet, úgyhogy nekem most ez a főpróba lesz. Úgyhogy hálája Istennek, voltak társaim, segítőim, akik segítettek beszerezni. Itt is vannak, úgyhogy biztos sikerülni fog. Tehát mindenképpen a ideérkező vendégeknek akarunk a kedvébe járni, a üdülő, tehát a idegenforgalmi időszakot kitolni, meg nyilván a helyieknek, tehát a helyi embereknek, az itt lévőknek, hogy egy kis különlegesség legyen, mert a november az ugye nagyon-nagyon-nagyon a csendről szól, meg a depresszióról, meg hogy nem süt a nap. Egy kicsit ugye, hála Istennek az időjárás is méltányolt, hogy ilyet csinálunk, nem süt a nap, de amúgy jó a hangulat. Tehát ez motivált bennünket, hogy egy kis külön, mert a birkát ugye azt mindenki ismeri. Lesz olyan is, de meg biztos van itt a soron, de most ez más, az én repertoárom. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat, telefonhívásaikat, e-mailjeiket műsorainkkal kapcsolatban. Egész évben velünk tartottak, ezt most szeretnénk Önöknek megköszönni, és nagyon boldog, eredményekben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves televízió nézőnknek a jövő heti viszontlátásra.